Üdvözlök, ismétel! Mindenkit! Egy újabb Linux distro lesz bemutatva! Ha minden igaz, el fogja indítani! Előzőleg egy Andreas os volt, és nem indult el! Az Ubuntu puttöltő alkalmazása most is errort kapott! Úgy néz ki, hogy ha dolgozna a Flash, várni kell vele, kicsit várok, de nem, történt valami, és a, ez most egy Rufusszal lett kérva, és úgy néz ki, hogy semmi, de nincs, az neve az osnak, hogy end lesz. Hát, ezt is semmi nem próbáltam ki. Utóbbi időben egyre jobban hanyagoltam ilyen videókat. Meg kell azt érteni, hogy az agy akkor fejlődik, ha mozgás van, meg az agykapacitás is növekszik. Ha ilyen videó van, nem pedig a len a folytonos filmek, sorozatok, virtuális világok bemulása. Eléggé lassú lesz. Előzőleg is megemlítettem több videóban. Ilyen szokás szerint bemutatni egy kicsit azt az asztali szájtógépet, egy AMD A55 törzs laplap, mellette egy 5300K-s processzorál, nem nagy valami, rossz logikával lett megvéve, ha nem jártam volna közé, meg sem lett volna véve. Egy nagy pénzkidobás volt az egész, most ki fog derülni, hogy egyáltalán jó arra, hogy több ilyen operációs rendszerekkel teszteljek, miért lenne több, meg is mondom miért. Azért, mert úgy kell elképzelni ezeket a nyílt forráskódú disztrókat, ahány kene verzió, már öten más operációs rendszernek számít, több. Kenenek vannak, van a 4.5-ös, 5-pontosok, és vannak különbségek, támogatások, a másolyan dolgozik, és mind-mind egy operációs rendszernek számít már, egyszerűen betöltődik, van egy terminál, nem úgy, mint a Microsoftnál van a Windows 10, meg a Windows 7, talán kernel annyi más verzió, rendszer. Lassan be fog töltődni. Hol is láttam ezt a rendszert, end lesz. Ilyen, másfél szem, ilyen DL-es laptopokat, és rá volt írva, hogy Endless OS. Milyen gyorsan fog betöltődni! Hát, egyszer is, amit nem próbáltam ki. Addig meg. Jóval gyorsabb volna, hogyha egy USB 3.0-as fest meg egy alaplap volna, de nem az van. Hát elég gyorsan betöltődött, kb. 3 perc alatt. Megjelent az egér, lehet mozgatni, meg egy virtuális asztal. Nézzük, hogy még töltődik. És azt kéri, hogy fel legyen repítve. És azt akarom, hogy tovább tehát használni a billentyűzetet, el lehet olvasni a természet. Hát
áprilisban, 23-án hozták meg a változásokat. Nincs még kb. Egy éve. Nem, különösen sem válasz semmire. Garanciát! Ez egy fontosabbak a része itten. Azért vannak jelölve. Elfogadom! És majd felkínálja aztat, hogy milyen accounttal jelentkezz be. Van Facebook, Microsoft, meg a Nest Cloud. Itt már eléggé marketingelés van. Már ezek megjelentek. Kérje a kódot, a nevet. Nem írok be. Ennyi. És bejön egy ilyen start ablak, kezdő ablak. Ura buttolta. Grafikus interfész. Ezt a main camp majd egy keveset várni rá, hogy meglegyen, jó legyen. Na, itt is vannak az alkalmazások. Legelső benyomása eléggé jól marketinges, hogy már rögtön a WhatsApp jön be, fel van tepítve rá, YouTube, Chromium, LibreOffice, szociál, Twitter, ez a Coursera, oktatás, és akkor így néz ki az asztalnak a felette neki. Balkikrát csak annyi jön be, hogy Chink, background, átérképet el lehet változtatni. Nagyon nincs kedvem sokat rajta figyelgetni. Hát ilyen háttérképek vannak, eléggé digitálisan fel vannak újítva. Gyors, és akkor itt vannak ezek a, ez mint egy GMO-s Ubuntu. Aztán a sima beállítások mindegyik egy fülön van rajta, ez a Privacy, és akkor mit is küld el, nem tudod, mikrofont, az is lesz tesztelve. Mit osz meg? A rendszerre van hangbeállítások, connected, itt ki van írva, 100 MB per szekundumossal. Hálózatkártya, a nyomtató. Fájlok vannak. Furcsa logikám van. Most a szötör alatt T. Be kell jönni a terminálnak. Hát, nem jött be. Mostat, hogy terminál. És itt van a terminál alkalmazás. És két. Ne próbálj nagyobbítani. Ilyen beállításoknál.
asztal. Bérmon. Nézni, hogy egyáltalán legyen csomagot. Nincs sem. Legyen, hogy színap. Tik. Hmm. Nézd ki, hogy ezeket az alap command line-ok nincsenek benne még. Nézem a Firefoxon. Szóval ennyi alkalmazás van, amik vannak így kategóriák szerint. És akkor ezekkel az alkalmazásokkal lehet gazdálkodni rajta. Kezelőfelület eléggé egyszerűnek tűnik. Van külön App Center. És vettem észre. Fog derülni! Talán indulni! Lassú lehet, ha fresh-en van rajta. Mérom azt, hogy task. Ez a szisztém. Monitor! Van három ablak. Több alkalmazás is van rajta, így mutatja. Clock, kalkulátor. Google Chrome is van. Flatpack-es. Csak kezelője van neki. A szisztémet valamit rajta találni. Látszik, hogy a flash-en töltődik valami. Csak két várni kell. Vele. És itt van ez a rossz logikának köszönhetően lett ez a vacak számítógép megvédve! Van, hogy nagyon nem lehet semre se. Hogy is mondani rajta csinyám multimédiás tartalmakat. Legyen a máshova rakni. Áll! Na, most sem akart elindulni.
Unéskuszké, hogy nem indultál? Vaj. Gondok vannak a rendszerben. Most azt csinálom, hogy... Melyik itt, hogy kikap... nem kikapcsolás, hanem... Kartom a lugáuton legyen, és visszajelentkezek. Elmegyek? Na most talán. El fogok indulni! Megyek az epekra! Jónak kell majd lennie neki! Jó is fog lenni! Ha nem akkor! Másik disztrót kellett volna letesztelnem! Na, vagy nincsen rajta. És már gondolkodok, mert van neki egy 17 gigabájtos angol verziója! És azzal minden rajta van, és lehet, hogy mások a gondok, ez ilyen minimál, hogy felessen rá telepíteni a rendszert, és aztán frissül le minden le. Néz ki, hogy nem annyira jó, de jó, csak ez a kisebbik verziója volt. Köszönöm ismét a figyelmeteket, szevasztok!